Tolt címmel forgattak kisfilmeket a filmkat elnevezésű filmes tábor résztvevői, akik hétfő óta ismerkednek a filmkészítés alapjaival az Óbecsei Petőfi Sándor magyar kultúrkörben. A TOL életét bemutató filmek a tábor második napján készültek. Engem nagyon izgatott a filmkészítés és a kamerázás, és most csinálni fogunk egy olyan kisfilmet, amiben arról lesz szó, hogy milyen a munkakapcsolat az alkalmazottak és a főnök között. Konc Antónió már korábban is próbálkozott filmkészítéssel, a tudását szeretném most elmélyíteni. Azért jöttem, mert ezelőtt is érdekelt a filmkészítés, meg csináltam is, és azért jöttem, mivel itt olyan szakemberek vannak, akik át tudják adni azt a tudást, amire nekem szükségem van, meg amit, amit szeretnék. A tábort Rókus Zoltán színművész vezeti. Ő elsősorban a filmkészítés művészi részét szeretné átadni a résztvevőknek akik a vágás alapjait már korábban maguktól megtanulták. Lényegében a vágással nem kellett foglalkozni, inkább a művészi részével, hogy mi az, ami elhanyagolandó, mi az, ami, amit inkább ki kell hangsúlyozni, hogy ha van egy témánk, akkor mi a mondani valója, és a mondani valót hogyan tudjuk felépíteni képkockákba, hogy az, hogy az, hangsúlyos legyen. Tehát lényegében ez az, amire, amire kiéleződött ez a tábor. A Perem Magyar Színházi Egyesület szervezésében megvalósult táboron készült filmeket pénteken este a közönségnek is megmutatják az alkotók.